Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szervusz, szeretettel üdvözöllek. Mit fogsz nekünk énekelni? Ja, ma fogom énekelni a Kacsó Pongrác János Vitézből. A Jancsi belépőjét fogom énekelni. Ez nagyon hízelgő rám nézve, köszönöm szépen. Látod, el se kezdtél énekelni, más sikered van. Innentől kezdve tiéd a színpad, hallgatunk szeretettel. Köszönöm. Egyszer megöleltem. Bebejárok a faluba édes Illuskámhoz. Az én nevem, az én nevem Kukorica, Kukorica János. Kukorica közt találtak, ott szedtek fel engem. A nevem is hely parasztos, de én nem széjellem. A juhásznak ív elég ez, uribb cifrább nem kell. Ragaszkodom a nevemhez, igaz szeretettel. Becsületes jó magyar név, nem hímez, nem hámoz. Az én nevem, az én nevem Kukorica, Kukorica János. Van ebben valami nagyon megható, tehát egyáltalán nem véletlen, hogy Erika elsírta magát, hogy jössz tizen, nem tudom hány ezer kilométerről, jó, hogy itt élsz már egy ideje Magyarországon. A kilométerre nem tudom, de 22 óra. 22 óra. 27 a távolság, és utána megszólaltatod ezt a mélyen magyar dalt, ami mindannyiunknak annyira kedves, és úgy énekled, tényleg, mint egy magyar paraszt fiú, úgy énekelte. Fantasztikus. Fantasztikus. Sokat beszéltem, mindjárt lejár az idő. Jó, akkor átadom a szót. Nem hogy kisírod énekli magad, csak át akartam segíteni a nehéz pillanatot. Sírva is tudok beszélni, ez okay. Lényegtelen. Hát az igaz. Nem, András, ő nem úgy énekelte, mint egy igazi magyar paraszt legény, hanem jobban. Tehát én hálásan köszönöm neked, mert jó, ennél köszönöm. Nagyobb tiszteletet a magyarságunknak, hogy ezt így énekelted el. Jó, köszönöm. Tehát, kicsi félek. Mitől? Mert sírta. Erikánál ez jót jelent. Köszönöm. Köszönöm. Ez valami fantasztikus. Mert egyszerűen az, amikor én elfelejtek zsűri lenni, elfelejtek zenész lenni, és élvezem, és egyszerűen oda vagyok, és valami olyan dolgot nyit meg, amit mindig akarok, sokáig akarok, és most még szerettem volna hallgatni őt nagyon-nagyon sokáig.